Az élménybörzén olyan idegenforgalmi szolgáltatók voltak jelen, akik színesítik Csallóközi idegenforgalmát. Így nem hiányozhatott a legtöbb vendéget vonzó két termálfürdő, a Dunaszerdahelyi és a Nagymegyeri. Nagymegyeren idén is bíznak a jó nyári szezonban, amelyre már felkészültek. Mindent megteszünk annak érdekében egész év folyamán, hogy mindenki tartalmasan és valóban élményekben gazdagon tudja nálunk tölteni a szabadságát. Már működnek a kültéri medencéink, e közül a nyári élményvilágból a Sodró-folyó, illetve a hullámmedence és a ugrómedence, ezen kívül még a gyermekmedence, az olaszmedence és hát a többi hét, ami egész évben működő medencénk, meleg termálvízzel. Bízunk benne, hogy jó meleg nyarunk lesz, ezért mindenki úgymondva szükségét fogja érezni annak, hogy csobbanjon egy jót. Remek kikapcsolódási lehetőséget és élménydús programot kínálnak a vízi túrák Vajkán, ahol a természet iránt érdeklődők különböző hosszúságú túrákon a kis Csallóköz ágvizein csónakázhatnak. Az ágvizek ezen a részen, tehát szélesek, valahol keskenyek, valahol áttetsző a víz, valahol egy kicsit ez a dunai iszapos, tehát, de tavirózsákkal is találkozunk, meg lehet figyelni a kis csukákat a vízbe, tehát nagyon, nagyon érdekes és nagyon sokrétű. Rendelkezünk már egy kempinggel Vajkán, és Doborgazon pedig most épültek meg a faházikóink, tehát most már szállás lehetőség is van, ami azt jelenti, hogy már több napot is érdemes eltölteni az ágvizek látogatásával. A Csallóköz területi idegenforgalmi szövetség sátrában az érdeklődők számosan a régiót bemutató és népszerűsítő kiadvánnyal találkozhattak. Európa legnagyobb szárazföldi szigete a Csallóköz idegenforgalmi szempontból az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A régió sok kikapcsolódási lehetőséget és idegenforgalmi szolgáltatást kínál, amit a helyiek sokszor kevésbé fedeznek fel. Nem kell messzire menni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hiszen a Csallóközben is annyi programot tudunk szervezni, hogy egy egyhetes kirándulást megtöltünk velük. Sok mindent lehet itt találni, és térjünk vissza egy-egy egységbe, hiszen lehet, hogyha két éve ott voltunk, akkor az azóta óriásit változott. Tudjuk, hogy milyen modernizációs folyamatok mennek itt is az idegenforgalmi szolgáltatóknál. Térjünk vissza, nézzünk meg, hogy mit kínál most. Az Idegenforgalmi Szövetség nem csak a helyiek, hanem a külföldiek körében is népszerűsíti a Csallóközt. Tavaly 500 000 volt a vendégészakák száma, idén ezt szeretnék növelni.